Sziasztok, kedves barátaim! Folytatjunk egy kis rövid utazás a történelembe és a bölcsesek világába. Most szeretnék ajánlani figyelmetekbe Mahabharat könyvet, ami India története, és ugyanakkor rendkívüli mély és bölcs tudása rendelkezik, és ami benne különlegessége, hogy ez nem egy száraz tézisekből áll, hanem ez egy történelem. És mikor olvasunk a történeteket, akkor sokkal jobban a példákban tudjunk tanulni, vagy elsajátítani, hogy hogyan lehet helyesen cselekedni. A maga történet arról szól, vagy a maga könyv arról beszél, hogy van egy család, de a családon belül néhány testvére nagyon tisztességes, hisz Istenbe, és nemes tulajdonságokkal rendelkezik. A másik fele ugyanakkor fivérei, testvérek, ők pedig arrogánsok, ateisták, irigyek, magyarul minden negatív tulajdonságot elsajátították, és ők eszerint építenek az életüket. A másik fele pedig, ahol a jámbor is a szent élető testvérek, ők a morális elvek alapján élnek, úgy, hogy mindig próbálnak emlékezni Istenre minden pillanatban, és nála venni menedéket. És zseniális, izgalmas történet az egész, mert ahogy szokott lenni, a jó akarók, a nemes emberek mindig nagyon sok problémába találnak magunkat, és az a szépség az egészben, hogy akkor tudjunk látni, hogy nehéz pillanatokban hogyan reagálnak és viselkednek a nemes személyek, és ezáltal mindig boldogok, és a vége mindig csodálatos. De ugyanakkor, amikor vannak élet problémái, ami nagyon komolyak, valamikor őket akarnak megölni, de ők sose szomorkodnak, sose félnek, mindig elégedett és boldogak belül, és a nemesség természete szerint nagyon csodálatosan reagálnak a helyzetekre, és méltóan ők a nyertesek. Ennek a könyvnek az a mondani való, az a személy, aki mindig bízik Istenbe, sose fog kerülni bajba. Még hogyha látszólag bajban van, akkor ő nem érzi magát bajban, hanem akkor érzi, hogy akkor jobban függ Istenen, és jó, és mélyül a kapcsolat, és a szeretet Isten felé, akkor mélyül, amikor valaki bajban van, és függ Istenen, és Isten megmenti. Ez zseniális könyv, mindenféleképpen ajánlom figyelmetekben elolvasni ezt a csodálatos könyvet. Rendelni lehet a címen, amit látjátok a képernyőn, az e-mail címre írjátok. Szeretnék kívánni nektek sok boldogságot, elégedettséget. Iratkozzatok fel a csatornára, lájkoljátok a videót, és majd találkozunk következő alkalommal. Hare Krishna! Azokon könyveken kívül, amit bemutatom nektek, van, látjátok, sokkal több, van kisebb könyvek, nagyobb könyvek, amit ajánlanék számotokra, és vannak ugyanakkor magazinok, itt lehet látni a magazin, ami ajurvédáról szól. És ugyanakkor van karmáról, többféle témáról lehet írni, és akkor több sorozat, egész sorozat magazinunkat tudjunk küldeni címetekre. És hogyha már megvan összes könyvetek, gratulálok, nagyon csodálatos. Hogyha még olvasol és a könyveket, akkor rendkívüli szerencsés vagy, de hogyha csak ott állnak a polcon, akkor is nagyon jó, mert ezek a könyvek különleges lelki energiával rendelkeznek, sok ember tapasztalja is. Ugyanakkor szeretnék még ajánlani neked, hogy ezeket a könyveket lehet venni valakinek ajándékba. Barátoknak, rokonoknak, férjnek, feleségnek, testvérnek, bárkinek, mert ezek a könyvek képesek megváltoztatni másoknak életét,
mi életünket, az én életem már megváltozott. Ez nem jelenti, hogy mindenki legyen szerzetes, nem kell, mindenkinek kell menni saját úton, és ez mellett tudjon boldog lenni és sikeres. Szóval ez a lényeg, ezért lehet rendelni a könyveket és ajándékozni mindenkinek.